Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Pápa város önkormányzata továbbra is csatlakozik a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez. Erről döntöttek a mai képviselőtestületi ülésen. A Bursa Hungarika ösztöndíjpályázat egy többszintű támogatási rendszer, amelynek fedezeteként három forrás szolgál. Egyrészt a helyi önkormányzati, másrészt megyei, harmadrészt a felsőoktatási intézmény által nyújtott támogatás. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló kormányrendelet szerint a helyi önkormányzatok évente csatlakozhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjrendszerhez. A 2013-as évre vonatkozó csatlakozásról ma döntött Pápaváros képviselőtestülete. 12 igen szavazattal a 130. sorszám előterjesztést elfogadta. A képviselőtestületi ülésen az is elhangzott. A beérkezett kérelmek alapján három felsőoktatásban tanuló diák, lakhatási, 14 pedig utazási támogatásban részesül Pápaváros önkormányzatától. A képviselők határoztak arról is, hogy a pápai katasztrófavédelmi kirendeltség fejlesztési céljait 250 000 forinttal támogatják. A kirendeltség ebből az összegből hőkamerát vásárol. Az eszköz a tűzoltóság munkáját segíti majd. Így biztosítva a beavatkozó állománynak adott esetben az esélyegyenlőségét, illetve a települések polgárainak a biztonságát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A beérkezett kérelem alapján a polgármesteri keretből is támogathattam volna ekkora összeggel a katasztrófavédelmi igazgatóságot, de azt gondoltam, hogy más súlya van annak, hogyha a képviselőtestület nyílt ülésen dönt arról, hogy támogatjuk ezt a szervezetet. A képviselőtestület mai ülésén harmadik, záró napirendi pontként vegyes ügyek közt lejárt határozatokról tárgyaltak. A Comenius egyéni diákmobilitás program középiskolás diákoknak kínál lehetőséget arra, hogy 3-10 hónapig terjedő időszakot külföldi intézményben töltsenek, ott tanuljanak. A cserediák program koordinálását a számos előny ellenére kevés iskola vállalja fel, de a Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakközépiskolája köztük van. A Refiben most épp 3 erdélyi fiatal tanul, helyükre 3 diák utazott Kézdivásárhelyre, de Franciaországban is van 4 diák Pápáról. A Comenius projektben résztvevő több mint 100 magyar intézmény közül mindössze 4 vállalta fel ezt a csereprogramot. A Pápai Református Gimnázium az etalon, hisz ők voltak egyedül, akik fogadtak és küldtek is diákokat. Rengeteg munka, idő, vaskos dokumentáció az ára a sikeres csereprogramnak, valamint kellenek lelkes pedagógusok is, de megéri. Feltétel az, hogy családokat keressünk számukra, tehát nagyon nagy az adminisztráció, hogy nagyon biztonságban legyenek, és hogy minden legyen mentoruk, illeszkedjenek az iskolába, van tanulmányi szerződésük, amit be kell tartaniuk, van válságkezelési tervük, de hát egy hatalmas lehetőség az, hogy más intézményrendszerben, más országba tanuljanak. A Refiből 4 diák utazott Franciaországba, a chateaubriandiak majd tavasszal érkeznek Pápára. 3 kézdivásárhelyi fiatal azonban szeptembertől itt tanul. Bíró Beáta 16 éves, ő a művészet is osztályba jár néptánc tanszakra. Azért jelentkezett erre a programra, mert kíváncsi volt arra, hogy milyen itt magyarnak lenni. Itt nincsen az, hogy én a táblákat románul látom, egy hivatalban románul kell megszólaljak, itt könnyebb, meg sokkal természetesebb is. A szobatársam is, és mindenki nagyon kedves, és mindig, mikor valami bajom van, akkor bárkihez mehetek, mert mindenki segít. Ezt már Ugron Beáta mondta, aki a legfiatalabb a csoportban, 15 éves. Itt Pápán kezdte a középiskolát. Az ösztöndíj 4 hónapos, ez idő alatt a diákok kollégiumban laknak, saját bevallásuk szerint is sokat önállósodtak. A családom elsősorban nagyon hiányoznak, úgy érzem, hogy itt, mintha magamra lennék utalva mindig, de tudom, hogy mikor hazamegyek, akkor sokkal könnyebb lesz nekem is otthon, mikor anyuék nem lesznek otthon, és hiányoznak a hegyek. Antal Dobra József szintén 16 éves, ő grafikatanszakon tanul. Mint mondta, itt sokkal pörgősebb az élet, Erdélyben nyugodtabbak az emberek. Szeret itt, de honvágya azért neki is van. December 20-án ér véget a program. Mi úgy számoljuk, hogy mi leszünk otthon a karácsonyi ajándék.
19. századi emlékiratokból olvasott fel részleteket Huszár János, az ipartörténeti kör vezetője a csoport októberi ülésén. Francsics Károly borbémester és Vojta Adolf építész élettörténetén keresztül idézték fel a kor pápai eseményeit. Francsics Károly élettörténetével már többször is foglalkozott a kör, de Vojta Adolf visszaemlékezései most kerültek be először a tematikába. A híres pápai építész tervezte például a Kékfestő Múzeumot is, de nagyon sok épület kötődik még az ő nevéhez. 1848-ban még fiatal ember volt, és ugye a század második felében. Az evangélikus templomot, az evangélikus iskolát ő építette, készítette, ő tervezte, meg a régi színházat is, és az egy igazi műremek volt, úgyhogy annak a mintájára jó néhányat építettő az országban is. A multidézés mellett az ülésen a tagok köszöntötték Nyulasi Józsefet, aki a népművészet mestere kitüntetésben részesült, dr. Tungli Gyulát, aki Bél Mátyás díjas lett, és Fejes Sándort, akinek munkáját az Országos Honismereti Kör oklevéllel ismerte el. Huszár János azt is elmondta, hogy az ipartörténeti körnek még egy összejövetele lesz novemberben. Akkor a lovászpatonai iparosokról lesz szó. A decemberi ülést már összevonják a honismereti kör foglalkozásával, 2013. januárjától pedig végképp megszűnik az ipartörténeti kör. Lassan elfogynak a mesterségek, amivel foglalkozhatunk. Ma már más az iparnak a felépítése, mint régen. De azért ipartörténeti emlékekkel foglalkozunk továbbra is. Az lesz a várostörténeti körnek a neve, vagy várostörténeti és ipartörténeti kör. A pápai iparossághoz kapcsolódó témákat 2013. januárjától tehát ezeken a foglalkozásokon dolgozzák fel. Az összejövetelek minden hónap harmadik szerdáján 17 órakor kezdődnek a pedagógus művelődési házban. Ötödik alkalommal rendezik meg Magyarországon a 72 óra kompromisszum nélkül című akciót. Az önkéntes munkán alapuló kezdeményezés szombaton lesz, Pápán a református gyülekezet is csatlakozott a karitatív akcióhoz. A 72 óra kompromisszum nélkül az önkéntességen alapul, az önkéntesség pedig önmagában is nagyon fontos dolog. A református egyházban és más felekezetekben gyakorolják is, csak nem így nevezik, mondta ifjú Márkus Mihály református lelkipásztor. Ezt általában szolgálatnak szoktuk hívni, a gyülekezeten belül mindenféle szolgálatot végzünk. Ugyanakkor ennek az akciónak a legfontosabb célja az, hogy a közösségért, és ez alatt nem a szűkebb gyülekezeti közösséget, hanem sokkal inkább a lakóközösséget érthetjük. És én azt gondolom, nagyon fontos azt a városban is tudni, hogy akár a református gyülekezet, de bevontuk a többi felekezetet is, a többi keresztény felekezet a városért is hajlandó tenni valamit. Az akció keretében szombaton a reformátusok a csatlakozó egyházi gyülekezetekkel, a református gimnazistákkal, illetve a teológusokkal együtt több tevékenységet is végeznek. Itt Pápán a Fenyves erdőben fogjunk szemetet szedni, az illegális szemét lerakót szeretnénk felszámolni, illetve a Kánaánházba fogunk menni, ahol a gyerekekkel foglalkoznak az önkéntesek, illetve szobákat fognak kifesteni. Veszprém megyében 4-500 önkéntes regisztrált, Pápán körülbelül 70-en jelentkeztek a segítő munkára. Aki csatlakozni szeretne az önkéntesekhez, a református gyülekezeti házban várják jelentkezését. Várjuk továbbra is az önkénteseket, nem csak reformátusokat, hanem mivel ez egy ökumenikus rendezvény, a többi egyházból is várjuk a jelentkezőket. A szombaton reggel 8 órától induló akciót Budapestről szervezi az Ökumenikus Ifjúsági Iroda. Holnap délután akár még eső is lehet, az időjárás jelentés következik. Pénteken több felé erősen felhős lesz az ég, délutántól az ország délnyugati felén, késő este délen és a Dunántúlon fordulhat elő eső. A délkeletire forduló szél északnyugaton megélénkül, hajnalban 0 és 7, délután 13 és 17 Celsius fokra számíthatunk.
Kedves nézőink, ez volt hírműsorunk, nézzenek majd minket holnap is, viszontlátásra!